A népi megfigyelés alapján a szüretet követően általában Márton napjára erjedtek ki az új borok. Ezután kezdték Szent Mártonhoz kötni az új bor fogyasztását. Újbornak egészen más a háttere és a jelentősége mai világban, mint régen. Ugye régen sokkal jobban várták talán az újborokat, hiszen a akkori technológiákkal sokkal nehezebben tudták tartósítani vagy eltartani a borokat. Az óbor az már nem biztos, hogy évezett értékben azt tudta adni, mint egy új, és az új az mindig friss volt, könnyű volt, jó volt. A mai világban is ugye azért várjuk és szeretjük az új borokat, mert egy nagyon friss, elsődleges aromákkal rendelkező, gyümölcsös, virágos, könnyű, fehér, rozé, vörös tudunk kóstolni. Jellemzően ilyenkor a savkészlet egy kicsit élénkebb, frissebbnek érezzük a borokat. Rozét azt könnyen és korán el lehet készíteni, főleg egy olyan fajtából, mint a Plinonahár, mi ebből készítjük az új borunkat, de ez nagyon változatos. Tehát van, aki Fehérborból képzeli el az új főleg fehérboros vidékeken, de itt Szexádi borvidéken is többen foglalkoznak fehér új és egész sokan képzelik keverősborként borként az új bort. Ugye portugézerből, tvejgetből, kékfrankosból lehet egész jó vörös újborokat is készíteni. Újbornak vagy fiatalbornak hívjuk azokat a nedüket, amelyeket még a születévében palackozzák és forgalomba hozzák. Jellemzőjük, hogy friss, illatos szőlőízeket és illatokat hordoznak, és gyakran enyhén szénsavasak.